A 18. Szent István napi néptánc találkozó a kolozsvári magyar napokkal egy időben zajlik a Kincsesvárosban és környékén. Vasárnapig a hagyományőrző együttesek által mintegy 10 ország többségi és kisebbségi kultúrájával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Népviseletbe öltözött fiúk és lányok tarkították ma a kolozsvári Farkas utcában magyar napozó tömeget. Az itt felállított színpadon mutatkoztak be a 18. Szent István napi néptánc találkozón résztvevő együttesek. A néptánc találkozó az évek folyamán a kolozsvári magyar napok szerves részévé vált. Idén mintegy 10 országból közel 300 résztvevő érkezett és öltött népviseletet erre az alkalomra. A Szent István napi néptánc találkozó 18. kiadásán nem csak kisebbségi, hanem többségi hagyományőrző együttesek is fellépnek itt a Farkas utcai színpadon. A szervezők arra törekszenek, hogy a fellépő együttesek által minél közelebb hozzák és megismertessék más nemzetek néphagyományait. Ezért a résztvevőket periódikusan hívják vissza a találkozóra. Egész Európából érkeztek hozzánk, Görögországból, Ukrajnából, Szlovákiából, Horvátországból, sőt még Olaszországból is. Úgyhogy elég színes a vendégskála, mindenki talál magának kedvére valót, megismerkedhet különböző kultúrákkal. És ez nem csak azért jó, hogy barátságokat tudjunk kialakítani, illetve ápolni, hanem azért is jó, mert itt megnyílik egy perspektíva, és az emberek elkezdenek érdeklődni más kultúrák iránt. Ennek a Szerbiából érkező csapatnak a közös éneklés egyedi alkalmat kínál a magyar nyelv gyakorlására és ápolására. Olyan helyiségről, egy olyan környezetből jövünk, ahol már sajnos a magyar nyelvet, a magyar éneket már csak templomainkban, meg egyesületeinkben lehet hallani. Ugyanis Pancsováról érkezünk, a szerb főváros árnyékából úgymond, ahol már sajnos magyar tagozatban nem tanulhatnak a gyerekek, így az egyesületünk az a hely, ahol összegyűlünk hetente több alkalommal is. A népzene és néptánc kedvelői a kedvcsináló után esténként táncházakban folytathatják a mulatságot. A találkozóra érkezett együtteseket a hétvége folyamán szombaton 17 órától Magyar Fenesen, vasárnap 15 órától Mirisznon lehet majd megnézni.